Ez itt a Sláger TV híradó, a Magyar Sláger TV hírműsora. Szép napot mindenkinek, én Szili vagyok. A Sláger TV híradóval mindig képben lehet, mi történik a hazai zenészvilág berkeiben. A legfrissebb zenei híreket nálunk hallhatja először, beleshet velünk a kulisszák mögé, és mindent első kézből tudhat meg, hiszen az ujjunkat mi mindig a zenei élet ütőerén tartjuk. A következő egy órában egy rendhagyó műsort láthatnak, amelynek keretében visszatekintünk az elmúlt év legfontosabb eseményeire. És felidézzük természetesen a legemlékezetesebb riportjainkat. Idén márciusban ismét átadták a Magyar Hangfelvétel Kiadók Szövetsége által alapított fonogram díjakat. A szakmai zsűri által odaítélt arany mikrofon ezúttal 18 kategóriában talált gazdára. Vegyüljünk most el a sztárok között abban a partiban, amely a hazai zenei élet idei legrangosabb zenei eseményét, a fonogram gálát követte. A mai rendhagyó egyórás Sláger TV híradónkhoz pedig nagyon jó szórakozást kívánok! Hazai világ vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele. A győztes pedig Paja Beatová nő! Depresszióba este lógva lóg a testem, egyre győzve lettem a gravitáció. Összement a bellem. Nagyon köszönöm, nagyon megható, nagyon jól esik. Hát a gyermekágyba jöttem a színpadra, két legfontosabb inspirációm, az egyik 4 hetes, a másik 4 éves, a két lányom, ők az én tovább nőim. Köszönöm, és azt is remélem, hogy önmagában ez a díj más női énekes dalszerzőknek is inspiráció lehet. Te valahogy nagyon élveztem vele a munkát, nekem nagyon tetszett az Anna működésem. Annyira úgy volt profi, hogy azt mondta, hogy ő ilyet még életében nem csinált, és ő egyáltalán nem tudja ezt, mit kell itt csinálni és miért. És ehhez képest szerintem fantasztikusan jó volt. Milyen érzés volt műsorvezetőként debütálni? Én nagyon-nagyon féltem. És én borzasztóan tisztelem a szakembereket. Tehát van, aki 10-15-20 évet eltölt a szakmában, mielőtt egy ilyen eseményre elengedik, és nagyon resteltem, hogy hát egyrészt borzasztóan megtisztelő, hogy lehetőséget kaptam egy ilyen dologra, nem tudtam nemet mondani, de azért féltem, hogy nehogy valakinek tönkre tegyem a munkáját, mert tényleg először életemben először volt bármilyen ilyenfajta felkérésem, hogy műsort vezessek. Nagyon sok barátom, kedves ismerős volt jelölve, vagy csak itt egyáltalán itt volt, vagy részt vett az estében valamilyen formában. Nem igazán tudnék itt senkit kiemelni. Én örülök, hogy mondjuk jelölve voltunk, illetve annak is örülök, hogy ismét itt lehetünk, meg egy csomó olyan baráttal találkozunk, akivel mondjuk ritkábban van alkalom, mert mindenki csinálja a dolgát, úton van, stb. Szóval örülök, hogy itt vagyok, és hogy ilyen jól sikerült az este így az egész hazai zeneipar számára. Milyen érzés jelöltek lenni, mint az év felfedezettje? Nagyon-nagyon meglepődtem, mivel ez a projekt nagyon friss, még alig egy éve működünk, és kezdtük el ugye a pályafutásunkat. Most decemberben jelent meg a lemezünk, úgyhogy én nagyon meglepődtem, és már ez is egy ilyen nagyon nagy boldogság volt a számomra, hogy itt lehetek, meg hogy jelölt. Dunna, Dunna, Tarka, Dunna, minden legény.
kapcsolja, most már nem felfedezettek vagyunk, hanem mint tényleg teljes értékű zenekar vagy zenészként tekint ránk a szakma. És hát az év hazai indie pop rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában voltunk jelöltek, és két dalunkat, a Libikókát és a Sárga leveleket jelölték. Még nem jelent meg akkor a második lemezünk, amikor ez a jelölés folyt. És hát hatalmas dolog, hogy az egyik dalt én írtam, a másikat pedig Hujber Szabolcs, és hogy nekünk ez, hogy a dalunk ott szerepel ilyen fantasztikus emberek között, ez egy nagyon nagy élmény és egy hálás feladat, egy kitüntetett érzés. Igazából ez, hogy öregszünk, annak ellenére, hogy 3 éves a zenekar, ez egy kicsit furcsa, hogy most már nem mi vagyunk az év felfedezetje. Ez még csak a harmadik jelölésünk volt, tehát még nagyon elején vagyunk egyébként, ha belegondolunk, mert tavaly ugyanebben a kategóriában a Brains kapta meg, és ők akkor voltak 5-5-re jelölve, úgyhogy még ráérünk mi ezt megkapni. Borzasztó tudatosan kell az embernek dolgoznia, de egy jó nagy adag szerencse is kell hozzá. Mi például a Szerteszétel nem gondoltuk azt, hogy a valahol sikerének nyomdokába érünk, és összejött. Én bízom benne, hogy a március közepén megjelenő új dalunk az hasonló sikereket fog elérni, mert abban ekű lesz majd a rapper társunk, akit szerintem mindannyian a Sláger TV néző és még mások is nagyon kedvelnek. Az év hazai gyermekalbuma vagy hangfelvétele. A kategória győztese Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl. Az egész zenekar díja. Csiszár Ferenc a zenekar vezetője, aki az egész lemez, meg az előző lemezek zenei anyagáért felelős, zenei producer, meg vágó, meg hangmérnök, meg mindenféle. És nagyon boldog vagyok, mert az összes dalt a fiúk írják a zenekarból. Tehát ez egy ilyen, nem is tudom, egy közös nagy alkotás. Voltál te már fonogramra jelölve? Voltam 2005-ben, akkor meg is nyertük a Balázs Elemér Gruppal az év hazai jazzalbuma kategóriában. 2010-ben, ha jól emlékszem, akkor csak jelöltek voltunk, és hát most a saját zenekarommal most először voltunk jelölve. Ez milyen érzés, hogy saját zenekarral vagy végre jelölve? Hát ez nincs gyerekem, de valószínűleg ugyanolyan érzés lehet, mint ha ő elérne valami sikert. Most már lassan 10 éves a zenekar, jövőre leszünk 10 évesek, úgyhogy ez külön nagy elismerés. Rúzsa Magdi miatt megérte ez az egész este, mert az egy hihetetlen előadás volt. Nekem ennyi volt, ami ma este iszonyatosan megfogott. Nem igazán vagyok sajnos képben a magyar, mai aktuális magyar zenékkel, inkább a régebbiekkel, de látom, hogy vannak ígéretes dolgok köztük, de tényleg Rúzsa Magdi az odaraktam a... Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele. A nyertes Rúzsa Magdolna ér hozzá! Gyere Magdi! Tizenegy évvel ezelőtt kaptam egy fonogramdíjat, akkor még mint év felfedezettje. Úgyhogy most pont azért volt ez ilyen jó érzés, hogy eltelt ennyi idő, és nagyon-nagyon sok mindent csináltunk azóta, sokat dolgoztunk ezen az egészen, úgyhogy ez most tényleg egy nagyon-nagyon jó leső díj. Minden díj nagyon fontos. Egyrészt én kiszoktam emelni mindig a közönségdíjakat, mert ugye a közönség jár a koncertekre. És nagyon-nagyon fontos, hogy ők hogyan értékelik azt, amit az ember képvisel, vagy a dalokat, amiket mi alkotunk, teremtünk, de nyilván azért a szakmai elismerés is nagyon fontos. Vég azt mondják, hogy ez se szép, az se szép, olyan vagyok, mind a csillagos ég, olyan vagyok, mind az engedelém, a két szemem ragyog a szerelem, a sötétben.
felcsavarjuk a szőnyeget, és kezdődhet a rock'n'roll party. Életműdíjas, a Hungária alapítója, Fenyő Miklós. Köszönöm a fogadtatást. És nagyon köszönöm, hogy mindenki így együttműködik az én örömömmel. Ez nekem egy valóban egy jubileumi év, és egy ilyen ragyogó mikrofont, és egy ilyen, hogy is mondjam, díjat kapni, ez egy óriási dolog. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki gondolt rám a jubileumi év kapcsán, és nekem ítélte ezt a díjat. Ezt köszönöm. Következzen a Gruppen Swing! Fenyő Miklós tiszteletére! Csaba fel a szőnyeget, még ma éjjel, csaba fel a szőnyeget! A bútorok a gyorsan tók szerte széljen, de fő baj nem lehet! Ózs el a lámpát, nyisd fel a zongorát, a zene szóljon, szálljon az éjjel át! Rövid szünet után folytatjuk az egyórás Sláger TV híradónkat, amelyben az elmúlt év legemlékezetesebb riportjait idézzük fel. Maradjanak velünk!